Köszöntöm Önöket, az önkormányzati perceket látják. A közelmúltban adták át a Rákosmenti Piroska óvoda új, műfűvel ellátott udvarrészét. Emellett a szakemberek kialakítottak egy mini kresszpályát is, amelyen a gyerekek elsajátíthatják az alapvető közlekedési szabályokat. A beruházásokról fogok többek között beszélgetni vendégemmel. Üdvözlöm a stúdióban az óvoda vezetőjét, Garda Gyulánét. Üdvözlöm Önt és a kedves nézőket! És nagyon sok minden elhangzott ugye itt a felvezetésben, bontsuk akkor ketté, kezdjük akkor először az új műfűvel ellátott udvarrésszel. Ez egyrészt mekkora segítséget jelent Önöknek, illetve milyen állapotok voltak ezt megelőzően az óvoda udvarán? Hát igen, tudjuk nagyon jól, hogy az intézmény már nagyon régóta kicsit úgy volt, halálra volt itt élve tulajdonképpen, mert nem jó helyen fekszik, és hát nagyon kevés beruházás ment erre az intézményre, de most jelen pillanatban, mivel hogy eléggé sok kisgyermek jár az intézményünkbe, kaptunk egy gyönyörű szép udvart, több mint 900 négyzetméter műfűves területtel, amit nagyon jól ki tudunk használni majd későbbiek során, majd az ősszel, hogy amikor már majd esős idő lesz, és akkor bátran ki tudják vinni az óvónénik a gyerekeket. Illetve hát ugye a mozgás területén is, ami nagyon fontos az intézményünkben, mivel hogy a beszéd és a mozgás ugye összekapcsolódik, és ezáltal ugye nagyon sok mozgásos tevékenységet tudnak kint az óvodapedagógusok szervezni a gyermekek részére. Én úgy gondolom, hogy nagyon ráfért az intézménynek az udvarára ez a fejlesztés, és nagyon szépen köszönjük az önkormányzatnak, Horváth Tamás polgármester úrnak, hogy kivitelezte nekünk ezt a lehetőséget, mert hát eléggé poros volt, saras volt, nagyon nem volt jó az vízelvezetése, stb. Tehát ez most egy fantasztikus, nagyon-nagyon jó dolog. Új játékeszközöket is kaptunk, amelyek ugye a gyerekeknek szintén a mozgását segíti elő, mert egy nagyon jó pofa ilyen hálós csúszdát kaptunk, amelyen ugye az egyensúlyérzéküktől kezdve minden egyebet tudunk fejleszteni, illetve be lehet kapcsolni a játékok során. Ugye mondta, hogy a mozgás nagyon fontos szerepet játszik az intézmény életében, de vannak mondjuk olyan konkrét gyakorlatok is, amiket el szoktak végezni az udvaron a gyermekekkel? Természetesen a mindennapos mozgással kapcsolatosan, ugye az óvónénik mielőtt bemennek az udvarról, akkor is szoktak nekik mozgásos tevékenységeket, illetve ugye a torna kezdeményezéseket, ezeket általában kint az udvaron tartjuk, mindaddig, amíg ugye az időjárás megengedi, tehát nincsen olyan nagyon hideg, mert szabadidő ruhába is ki tudnak menni a gyerekek, és akkor ott is tudják a mindennapos tornát is, illetve a tornafoglalkozásokat is. Kiviszik a tornaeszközöket, erre van segítség, ugye a pedasszisztens, illetve a gondnok bácsi is, hogyha megkérjük, nagyon szívesen kiviszi a tornaeszközöket, labdákat, egyebeket, és akkor ott tudják a tornafoglalkozásokat is kint tartani. Nézzük akkor ezt a bizonyos másik fontos fejlesztés, a mini kresszpályát, ami tulajdonképpen ugye, bár tudom, hogy a kivitelezésben sokan segítettek, de az ön ötlete volt. Hogyan jött ez a dolog? Igen, igazándiból ugye nagyon nagy udvarrész parlagon volt tulajdonképpen, és én régebb óta a közlekedéssel is foglalkozom, és hát gondoltam, hogy milyen jó lenne itt egy ilyen közlekedési pályát létrehozni, mivel hogy peremkerület vagyunk, és nagyon sok a bicikli útunk. És a gyerekeknek minél korábban, fiatal korban, hogyha ezt a közlekedési szabályokat megtanítjuk, akkor ezt hasznosítani is tudják majd a későbbiek során. Nem mindegy, hogy az iskolába is azért hogy kerülnek be, mert nagyon sokan még most is kerékpárral járnak az óvodába, főleg a tavaszi időszakban már előkerülnek, a bicikliutakat használják itt a kerületbe, és akkor gondoltuk, hogy ezt így beágyazhatjuk a pedagógiai programunkba is akár, illetve hát a mindennapokba. Kik segítettek a megvalósításban? Hát ugye elsősorban ugye az ötletemet Delmedikó Mihály, a Mindenki Közlekedik Balesetmegelőzési Alapítvány elnöke segítette, mert ő segített abban, hogy szabályos legyen ez az egész kis közlekedési pálya, hogy hogyan is lehetne kialakítani, tervrajzot készített hozzá, hogy melyik tábla hova kerüljön, stb. És utána a kivitelezésben pedig ugye természetesen nagyon nagy segítségemre volt Horváth Tamás polgármester úr,
Virág Mihály képviselő úr, Hatvani Zoltán képviselő úr, illetve Timmelede képviselő úr, akik az eszközökben is, illetve hát ugye a pályának a maga kivitelezésében segítettek nekem. Úgyhogy így tudtunk megvásárolni kerékpárokat a gyerekek részére, akkor a közlekedési táblákat elhelyezni, a felfestéseket, illetve mobil jelzőlámpánk is van, amit a gyerekek előszeretettel használnak, ami rádióvezérelt, és akkor ezt is tudják használni. Ezt megelőzően nekünk volt még egy kis lehetőségünk arra, hogy április 26-án az intézményünkben a minisztérium által támogatott közlekedés nevelés program keretében a Közlekedéstudományi Intézet munkatársai végeztek nálunk egy kis, hát ilyen tulajdonképpen játékos közlekedésre nevelés projektet, ahol az óvodapedagógusaim is betekintést tehettek, hogy hogyan is lehet ezeket a csoportszobában elkezdeni már, hogyan tudjuk beépíteni a mindennapokban, és ezt a kezdeményezést a KTI-nek a kollégái, pedagógus kollégái végezték a saját mi gyermekeinkkel, az intézménybe járó gyermekekkel. Tulajdonképpen ez is egy óriási segítség volt, ez már egy ilyen pedagógiai előrelépés, én úgy gondolom, hogy ez nagy segítség volt az óvodapedagógusok részére, és hát ugye a mindennapokban pedig folytatjuk tovább. Ezt a programot tulajdonképpen szeretnék kiszélesíteni kerületszerte is? Igen, szeretném elsősorban először az intézményemben, és utána, ha lesz rá lehetőségem, a mesterprogramot megírni, és abban próbálni egy innovációs lehetőséget, és akkor továbbiakban természetesen a kerület óvodáiban is, hogyha van rá lehetőségünk, illetve elfogadják a mesterprogramomat, megfelelek, akkor természetesen minden további nélkül segítem a pedagógusoknak a munkáját a továbbiakban is. Én mindenképpen drukkolok, mert ez egy fontos és hasznos dolog van abban, hogy a gyerekek megtanulják a kerékpáros közlekedés szabályait minél fiatalabban. Még akkor kettő témára maradt még időnk. Ugye szeptember elején önöknél is elkezdődött a beszoktatás időszaka, illetve lassan már gyakorlatilag ez le is zárult. Hogyan sikerült? Hát nagyon szépen köszönjük, nagyon sokan keresték meg az intézményünket. 29 kis csoportost idén szintén sikerült homogén kis csoportot indítanunk, ugyanúgy, ahogy a tavalyi nevelési évben is. 29 fővel indítottuk, mert hát az az igazság, hogy nagyon nehéz volt a kiválasztás, mert nagyon sokan a körzetünkben tartoznak, és nagyon sokan keresték meg a körzetünkhöz tartozó gyerekek szülei a mi intézményünket. Így kénytelenek voltunk a 29-es létszám tartani, meglátjuk, hogy fog tudni ez így lehetőség szerint. Természetesen a törvényi lehetőségeket figyelembe véve, hogy a négyzetméter hányad és egyéb minden megfelelően működjön, illetve megfelelő legyen. Nagyon-nagyon aranyosak a kis csoportosok, nagyon boldogan jönnek óvodába. Hát most már kezdenek rádöbbenni arra, hogy hát most akkor már itt ez az óvoda. Van még sírás természetesen, de hát ez természetes dolog. Én úgy gondolom, hogy az óvodapedagógusok nagyon jól kezelik ezeket a dolgokat, mert tapasztalt óvodapedagógusok kapták a kis csoportot természetesen. Csak hogy rákössek az utolsó témánkra, az új gyermekek is már ugye aktívan részt vehetnek majd azon programokban, amik a következő időszakban, az ősz, illetve téli időszakban fognak megvalósulni. Mik várhatóak tehát a Piroska óvodában? Hát igen, ugye, hogy a tavalyi évben is a Márton napot szeretnénk idén is megünnepelni, egy kicsit átgondolva, illetve hát összekapcsolva ugye az Zrínyi iskolával, amennyiben lesz rá lehetőségünk, de egy délutáni programot szeretnénk, ahol a Bóbita Band fogja segíteni a mi kis Márton napi mulatságunkat, hasonlóképpen, mint az előző évben, és hát be szeretnénk kapcsolódni természetesen az Zrínyi iskolához a fáklyás felvonulásban. Én ezekhez kívánok eredményes és sikeres szervezést a programokhoz, illetve gratulálok még egyszer a megvalósult fejlesztésekhez, és hát használják egészséggel a megújult udvarrészt. Nagyon szépen köszönöm. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!